Különleges formavilága miatt a Nyíregyházi Egyetem hallgatói nevezték el az intézmény atlétikai csarnokát Hernyónak még évtizedekkel ezelőtt. Az 1980-ban épült komplexum a testnevelő tanári képzés és a megyeszékhely sport életének egyik legfontosabb helyszíne volt. 2019-ben fél éven belül két nagyobb vihar is megbontotta a csarnok tetőponyváját. A létesítményt ezek után élet- és balesetveszélyesnek nyilvánították. Mostanra sikerült teljesen felújítani a megsérült szerkezetet, így jövő héttől újra használatba vehetik azt a sportolni vágyók. A városi köztudatban Hernyónak nevezett atlétikai csarnokunk azért is kultikus, mert nem csak a sportolóknak adott helyszínt mindenféle rendezvénynek, mindenféle edzésnek, mindenféle korosztálynak, hanem bizonyít voltak egyéb események is, tanévnyitók és tanévzárók is, és számos olyan más esemény, ami kultikussá tette a városban. 19-ben kétszer beszakadt a tető, sajnos májusban, szeptemberben is olyan vihar volt, ami megrongálta már vélhetően egyébként olyan állapotban lévő héjazatot, tetőszerkezetet, ami nem bírta ki azt a vihart. Eljutottunk mostanra oda, hogy sikerült forrást találnunk rá, és sajnos a közbeszerzési eljárások hosszúsága, a pandémia, az anyagszállítási nehézségek okán mostanra jutottunk oda, hogy a következő fél évben, azaz a 21-22-es tanév második fél évében a mi hallgatóink és mindenki, aki érdeklődik iránta, birtokba veheti ismételten ezt a csarnokot. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár arról beszélt, az egyetem mellett egész Nyíregyházának fontos ez a beruházás, melynek költségeire 100 millió forintot biztosított a kormány. A politikus kifejtette, számos sporták hatékony felkészülését segítheti a jövőben a felújított csarnok. 1980-as ez a épület, ebben még én is edzettem, mint úszó, hiszen az atlétika egy alapsportágunk, és éppen ezért, hogyha már van egy nagy fedett atlétika csarnokunk, amelyre mindannyian büszkék vagyunk, fognak jönni nemzetközi versenyek és edzőtáboroztatások, tényleg azt lehet mondani, hogy ez is egy munkahálomása lehet kiszolgálva a sportágat, mint csarnok, és ezért is nagyon-nagyon fontos lesz a jövőben, hogy az utánpótlás nevelés még jobban fog erősödni. Ugye ez is kiszolgálva a magyar sportot, és visszaáll az a trend, hogy igen, Nyíregyháza nagyon-nagyon sikeres volt mindig atlétikában, és ezt követően is az lesz. A felújított csarnoknak már február közepén fontos szerepe lehet. A nemrég átadott Nyíregyházi Atlétikai Centrumban rendezik majd a Magyar Atlétikai Szövetség fedett pályás országos versenyét. A kétnapos rendezvényen résztvevő sportolók számára a Nyíregyházi Egyetem létesítménye is lehetőséget biztosít az edzésekhez.